tehát az állogjogi jogviszonyból fakadó igény is ki van zárva, ez nem túl gyakori, de majd fogok mutatni példát, hogy hogy tud előfordulni. Ezt a közjegyzőnek kell mondjuk kiszűrnie, illetve a 30 millió forintot meghaladó követelés, de erről már volt szó, valamint a jövőben esedékes követelés is, az a követelés, ami összegszerűen nem meghatározható. Ezekkel mind egyből bírósághoz lehet fordulni, tehát ezekben az esetekben ugye nem lehet, amit most itt elmondtam, nem lehet fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni. Egyébként többnyire a kézbesítési cím okoz a gyakorlatban problémát, tehát az látszik, hogy ez az, amin úgy nehéz túllendülni, de a többi azért az szokott menni. És szintén az eljárás menete...